November óta üresek az éttermek és a szállodák, a turizmus idéglenes leállása hatással van az élelmiszeripari cégekre is. A legsérülékenyebbek a mikro, kis és középvállalatok. 3 hónapot meghaladó tartaléka átlagosan egyik ágazatban tevékenykedő mikrovállalatnak sincs, ráadásul a munkanélküliség aránya felszökött az elmúlt évben. Balogh Zoltán, a megyei kereskedelmi és iparkamara alelnöke azt mondta a Kölcsey Televíziónak, hogy országos összevetésben is a legnehezebb helyzetben vannak az itt működő vállalkozások. Hogyha megyére tekintünk, akkor először azt kell megnéznünk, hogy az országon belül Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az egyik leghátrányosabb helyzetben levő megye. Itt a legmagasabb a munkanélküliségi ráta, ez a 3/4 éves adatok alapján látható most már, és itt a legkisebb az egyfőre jutó minimálbérnek az összege. Tehát kicsi a kereset, sok a munkanélküli, és emellett van egy érdekes szám még, ami megyére jellemző, hogy itt van legtöbb vállalkozás, 1000 főre vetítve Budapest után Magyarországon. Tehát vállalkozói kedv van, azt mondom, versenytársak is vannak, és ehhez kapcsolódik egy nagyon rossz vásárlóerő. Tehát nem könnyű. Ez a helyzet. Nyilván a járványhelyzet fokozta ezt a hangulatot, és néhány ágazat az teljesen padlóra került, tehát ez nyilvánvalóan tudjuk már, hogy a vendéglátás, turisztika az a terület, ahol az újranyitás szó szerint értendő, most már nagyon várják, és ki vannak éheztetve eléggé. Az alelnök abban bízik, hogy a kormány gazdaságot újraindító programja dinamizálja majd a megyei gazdaságot. Úgy számolnak, hogy a post-covid korszakban az elmúlt egy évben elmaradó vagy átütemezett beruházások nagy lökést adnak majd a vállalkozásoknak. Dinamizálja egy picit a piacot egyébként ez a helyzet, mert az emberek, hogyha nem megy jól az üzlet, akkor elkezdenek ötletelni. Próbálnak takarékoskodni, átütemeznek beruházásokat, átszervezik a működésüket, és ezáltal én azt hiszem, hogy mindenképpen egy növekedési időszaknak kell következnie. Az egy másik kérdés, hogy a vásárlóerő hogy alakul majd, mert 2021. júniusáig van egyenlőre a fizetési moratórium, ez a vállalkozásoknak is és a magánszemélyeknek is. Na most az a helyzet, hogy ha ez a moratórium megszűnik, akkor elvileg vissza kell fizetni a hiteleket. Na most azok, akik igénybe vették ezt a hitelmoratóriumot, azok nem tették le ezeket a pénzeket oldalra gyűjteni, hanem feltehetően elköltötték. Én itt látom inkább a kockázatot, hogy mi lesz abban a pillanatban, amikor fizetni kell majd az adósságokat. A Magyar Falu Program és a hozzá kapcsolódó önkormányzati állami beruházások szintén sok megrendelést adhatnak a vállalkozásoknak. Az alelnök szerint az oktatás és a szakképzett munkaerő megléte lehet a kulcsa a fejlődésnek. Úgy látom, hogy nagyon fontos az oktatásnak a kérdése, tehát hogyha valamit szeretnénk elérni, akkor nagyon kell foglalkoznunk egyrészt a felsőoktatással, innovációval, kutatásfejlesztéssel, és mellette a szakképzési törvény módosítása miatt a szakképzéssel. Hogyha itt elindulnak az építőiparnak a beígért lehetőségei, itt tulajdonképpen egy akadálya lesz annak, hogy ne legyen óriási, még nagyobb növekedésünk az, hogy nem lesz szakképzett munkaerő. Tehát már el vagyunk késve ahhoz, hogy azokat a gyerekeket képezzük, akik a leendő házakat fogják felépíteni majd. Tehát ez egy kitörési pontnak kell lenni, és erre nagyon sok hangsúlyt kell fektetni véleményem szerint, mert a gazdaság többi ágazatában is fog éreztetni hatását, hogyha ez nem működik. A gazdaság újraindítása és a 2021-27 közötti uniós költségvetési időszak támogatásainak felhasználására konzultáció indult a megyei iparkamarák között. Az a cél, hogy minél hatékonyabban tudják felhasználni a forrásokat a megye gazdasági szereplői.